Partnerség, a TOP forrásainak hatékony felhasználása és a kommunikációs együttműködés érdekében írt ma alá megállapodást a megyei közgyűlés elnöke Máté Szalka polgármesterével. Szolgálat a határon. A lakosság 78%-a elégedett azzal, ahogy a magyar rendőrség a migráns kérdést kezeli, derül ki a Nézőpont intézet felméréséből. Kitüntetés. Dr. Gál Zsolt, a Nyíregyházi József András Oktató Kórház osztályvezető főorvosa kapta idén a kelet-magyarországi diabetológiáért elismerést. Máté Szalka a megyei fejlesztési tervben úgynevezett decentrumként, kiemelt gazdasági központként szerepel. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke szólt a szatmári városban. Sesták Oszkár kiemelte, a területi és település fejlesztési operatív program gazdaságfejlesztő forrásainak hatékony felhasználása érdekében, valamint többek között kulturális, egészségügyi és kommunikációs területeken való szorosabb partnerség kialakítása miatt írt ma alá együttműködési megállapodást Máté Szalka polgármesterével. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legdinamikusabban fejlődő városa Máté Szalka, mondta a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár szerint ezért is fontos, hogy az első települési együttműködési megállapodását itt írta alá a megyei önkormányzat. A rendezvényen elhangzott Máté Szalka gazdasági teljesítménye kiemelkedő, ez biztosíthatja a topos források hatékony lehívását. A témával kapcsolatosan kiemelték, a település ipari parkja is megtelt, így akár a terület bővítésére is pályázhatnak majd. A TOP forrásaira is méltán és bátran pályázhat, sőt megfordítaná a dolgot. Máté Szalka nélkül nem olyan tudnánk megvalósítani a fejlesztési tervünkben megfogalmazott indikátorokat és célkitűzéseket, tehát nagyon is rá vagyunk szorulva a megyei önkormányzat is Máté Szalkára a fejlesztési terv végrehajtásában, és hát nagyon szerencsés helyzetben van Máté Szalka, ahogy mondtam, gyakorlatilag beteltek a kapacitások, újabb kapacitások kialakítására van szükség. De én túlmennék akár a topon is, és illetve a gazdaságfejlesztésen is, kulturális, egészségügyi, oktatási téren is nagyon fontos Máté Szalka szerepe a megyében. A Máté Szalkai polgármester kiemelte, a város nem csak a gazdaságfejlesztés érdekében működik majd együtt a megyei önkormányzattal. Többek között kommunikációs együttműködést is kötöttünk a média területén. Ilyen az, hogy a Kölcsei Televízió segítségével, szakmai segítségével, illetve anyagi segítségével, műszaki eszközökben megtestülő segítségével egy új Máté Szalka televíziót hoztunk létre, amely augusztus 1-ével működik a lakosság nagy megelégedésére. A rendezvényen elhangzott, a Kölcsei Televízió mintegy 20 millió forint értékű eszközállományt biztosít a helyi tévé működéséhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kölcsei TV és a Máté Szalkai Városi TV olyan szakmai együttműködést kötött, amelyikben tudják racionalizálni egyrészt a kiadásokat, minőségi szolgáltatásokat, minőségi híreket tudnak eljuttatni egymásnak, de azt gondolom, hogy emellett nagyon fontos, hogy a településeknek itt a lokális tévékkel való együttműködésbe is kitárhatja a csápjait, együttműködésbe vonhatja továbbiakban Baktalóráházát, vagy akár Csengert is, és mindenből az következik, hogy az a 100 000 ember, aki ebbe a abból csötös választókeretbe ér, minél több hírhez, profi hírhez jut hozzá. Az együttműködési megállapodás értelmében a közeljövőben még szorosabb partnerség lesz kulturális, egészségügyi és kommunikációs területeken is Máté Szalka és a megyei önkormányzat között. Gyilkosság történt Baktalórántházán. Egy 61 éves férfi holttestére testvére talált rá ebben a házban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A rendőrség a bűncselekménnyel összefüggésben elrendelte egy 30 éves kölcsei férfi körözését, a gyanúsítottat még aznap elfogták. A széleskörű adatgyűjtés eredményeként rövidesen képbe került egy férfi, akinek elrendeltük a körözését. A délutáni órákban el is fogtuk a körözött férfit. Egyébként érdekesség, hogy egy szolgálaton kívüli rendőr ismerte fel a körözés alapján a keresett embert. Az elfogása megtörtént, majd az elszámoltatása, kihallgatása,
illetve az éjszakai órákban közöltük vele a gyanúsítás tényét is. Így még az éjszaka őrizetbe vettük, emberülés büntet elkövetésével gyanúsítjuk. A férfi egyébként beismerő vallomást tett, az adataink szerint együtt ivott a későbbi sértettel, valamint összevesztek és ezt követően bántalmazta, ez okozta a sértett halálát. 10 megyében és Szlovákiában rabolt ki különböző hivatalokat egy háromfős banda. A Szabolcs megyei férfiak polgármesteri hivatalokba és postákra törtek be, és csaknem 13 millió forintot vittek el, adta hírul az Origó. A Drégei-Palánki polgármesteri hivatal és a Karancsaljai posta kirablása miatt fogtak el a rendőrök augusztusban 3 férfit Kaposfőn. Később azonban kiderült, hogy a 2 46 éves férfi és 48 éves társuk gyakorlatilag végigrabolták az országot. Középületek riasztó berendezéseit hatástalanították, majd a kazettákat, szekrényeket felfeszítették. Összesen 13 millió forintot loptak el, de a rongálásokkal jelentős kárt is okoztak. Jelenleg mindhárom férfi előzetes letartóztatásban van. A lakosság 78%-a elégedett azzal, ahogy a magyar rendőrség a migráns kérdést kezeli, derül ki a Nézőpont intézet felméréséből. A megyénkből kirendelt déli magyar határnál szolgálatot teljesítők munkáját Nyíregyháza polgármestere és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány közös sajtótájékoztatón köszönte meg. A jelenlegi migrációs helyzetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársai is szolgálatot teljesítenek a déli határszakaszon. Ez megyénkben a honvédségben, közigazgatásban és törvénykezésben dolgozókkal együtt több mint 100 főt érint. Alapvetően több szakterületről kerültek munkatársak átirányításra, nyilvánvalóan járőrterületről, közrendvédelmi állományból, de nyugodtan mondhatom büntető, bűnügyi területen végző, bűnügyi munkát végző állományból is, hiszen ne felejtsük el, bűnügyi technikusokra van szükség, logisztikai egyéb más személyzetre, ők látnak el ott szolgálati feladatot. Nyíregyháza polgármestere úgy véli, a térségből szolgálatot teljesítők munkáját fontos megköszönni. Nyíregyháza úgy köszöni meg és ismeri azoknak a munkáját, akik a migráns helyzet miatt távol családjuktól, otthonuktól a déli határon teljesítenek szolgálatot, hogy mindazoknak, akik ott dolgoznak, a város egy ingyenes családi állatkerti belépőjegyet biztosít. Ez vonatkozik azokra is, akik ezután mennek ki, és ezt az ajándékot, ezt a családi belépőt jövő év március 31 napjáig lehet igénybe venni. Szeretnünk volna egy olyan alkalmat is teremteni a köszönet elismerés mellett, ahol a családtagok együtt lehetnek, különösen a kisgyerekesek, és hát erre az állatkert egy megfelelő helyszín. Az elismerés nem csak a szakemberektől, a civil társadalomtól is jól esik, tette hozzá a megyei rendőrfőkapitány, aki a sajtótájékoztatón köszönte meg a városvezetés támogatását. Dr. Gál Zsolt, a Nyíregyházi József András Oktató Kórház osztályvezető főorvosa kapta idén a kelet-magyarországi diabetológiáért elismerést. A Magyar Diabétesz Társaság kitüntetését olyan orvosok kapják, akik munkájukkal sokat tesznek a cukorbetegek korszerű kezeléséért. A Nyíregyházi Kórházban, ahol évente mintegy 15 ezer cukorbeteg ellátását biztosítják, diabétesz centrum és betegoktatás is működik. Nincs olyan hét, hogy ne lenne új beteg az osztályon. A részleg dietetikusa egy újonnan felfedezett cukorbeteggel konzultál és tanácsokat ad számára. Évente 15 ezer diabéteses beteget kezelnek ebben az intézményben. Már jó ideje, hogy a cukorbetegek száma egyre növekszik itthon, de a világ minden részén. És ami meglepő, hogy a betegek fele nem is tud cukorbetegségéről. Az infarktusos betegek negyede cukorbeteg, a vese elégtelenségek 40%-a szintén a cukorbetegség számlájára írható. Egész Kelet-Magyarországon a Nyíregyházi Kórházban tudják a legszélesebb skálán kezelni és ellátni a betegeket. A centrum vezetőjének, dr. Gál Zsoltnak a munkáját ismerte el a Magyar Diabétesz Társaság. Elsőként említeném a cukorbetegek oktatását, amelyet mindenütt csinálnak ilyen-olyan mértékben. Mi próbáltunk egy szervezett struktúrált oktatást cukorbetegek csoportjai részére, amelyet most már negyedik éve végzünk havonta egy alkalommal.
inzulinnal kezelt betegek részére. Ezt fogjuk hamarosan bővíteni, nem inzulinnal kezelt betegek részére egy egynapos oktatást, és mindemellett ugye nem várhat össze egy beteget csoportot, hát folyik folyamatosan az egyéni betegoktatás, amikor például valaki cukorbeteg lesz, vagy éppen van problémája, és át kell gondolni a kezelését. Ma már a daganatos betegségek után a diabétesz elleni gyógyszereket kutatják a legtöbb helyen a világon, sőt, a már hagyományos ismereteken túl próbálják meghatározni a cukorbetegség típusait is. A monogénes cukorbetegség az összcukorbetegségnek mintegy 2-4%-át adja. Hát Magyarországon feltehetőleg 10-20 ezer embernek lehet ez a fajta betegsége. Ez azt jelenti, hogy az örökítő anyagban egyetlen helyen, egy génnek a helyén történik változás, mutáció, eltérés, és ez oda vezet, hogy cukorbetegség alakul ki. A cukorbetegség jól kezelhető nyomonkövetés mellett a korszerű inzulinpumpák ebben segítséget nyújtanak, sokfélék, amelyeket eltérő mértékben támogat az egészségbiztosító. A közszférában dolgozók bérét 50%-kal legalább nettó 150 ezer forintra emelné a Magyar Szocialista Párt. Az elképzelés szerint a középfokú végzettségűek 175 ezer forintot, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők havi 225 ezer forintot kapnának adózás után az egyéb juttatások nélkül. Halmi József sajtótájékoztatóján mindehhez hozzátette, a jelenlegi 28 ezer forintos minimál nyugdíj emelésére is szükség lenne. A fizetésemelés programját hirdette meg a Magyar Szocialista Párt, amelye párhuzamosan a Idősek Világnapja alkalmából egy másik program elemét is, ami a minimál nyugdíj emelése 28.550 ezerre. A fizetésemelés pedig azt a 700 ezer közszolgált, közalkalmazottat, állami szolgálnak a bérrendezését jelenteni, akik ma szerintem megalázó bérét dolgoznak, szolgálják ki az embereket. Az oktatásban, az egészségügyben, a szociális szférában dolgozok, valamint a önkormányzatoknál dolgozók. Felújították a Geszterédi Általános Iskola tornatermét, amire az emelt óraszámok miatt nagy szükség volt. A beruházásról a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte első idegenbeli bajnoki győzelmét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen Mezőkövesden 1-0-ra nyert Sós Imre együttese. Jól kezdte a szezont a Kölcsei Díjasek kézilabda csapata. Az NB2 északkeleti csoportjában szereplő együttes mindhárom bajnoki meccsét megnyerte, így 100%-os teljesítménnyel áll a tabella élén. Több mint 15 millió forintból újították fel a Geszterédi Általános Iskola tornatermét. Az intézmény még 2014-ben nyert el 13,5 millió forint pályázati támogatást, a kiadások többi részét az önkormányzat biztosította. Jelenleg 150 diák heti 30 testnevelés óráját tartják a megújult épület részben. A Geszterédi Általános Iskola tornaterme több mint 30 éve épült, korábban gépszínként üzemelt. Legutóbb a 70-es években újították fel. Az intézmény még tavaly nyerte a pályázatot, a felújítási munkálatokat ebben az évben sikerült megvalósítaniuk. 13,5 millió forintot nyertünk az államtól. Mi még azt kiegészítettük 2,5-3 millió forinttal, a külső szigetelést, a külső vakolatot, homlokzatot, a tetőszerkezetet lecseréltük, tetőszigetelést csináltunk, belső fűtési rendszereknek az átalakítását csináltuk, festések vannak, és teljes a világítási rendszereket is felújítottuk benne. A korszerűsítésre nagy szüksége volt Geszterédnek, a tornateremben az elavult nyilázárok miatt szellőztetni sem tudtak. Mivel a testnevelés órák száma is nagy mértékben megemelkedett, és 30 testnevelés óra van az intézményünkben, tehát nagy szükség volt rá, hogy tudjuk használni, mert van olyan helyzet, hogy két osztálynak is kell használni egyszer a tornatermet. Tehát most lehetőség nyílik arra, hogy a funkcióját be tudja tölteni a tornaterem, felújulva külsőleg, belsőleg, szigetelve, tehát energiatakarékosan fog működni ezt követően. És a következőkben az a célunk, hogy ez a szép tornaterem után az intézmény is felújuljon. Az iskola főszárnya még 1958-ban épült. A tankerület iskolái közül ez az intézmény szorul leginkább felújításra, tette hozzá az intézményvezető.
Megszerezte első idegenbeli bajnoki győzelmét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen Mezőkövesden 1-0-ra nyert Sós Imre együttese. A hétvégén nem rendeznek fordulót a másodosztályban, a kisvárdaiak legközelebb október 14-én Magyar Kupa mérkőzésen a Békés Csaba ellen lépnek pályára. Két idegenbeli meccsen szerzett egy ponttal a tarsójában érkezett az egyik bajnok esélyeshez a Kisvárda Masztergód, azzal a céllal, hogy legalább egy ponttal gazdagodjon Mezőkövesden. A találkozó képéből aztán nem derült ki, hogy melyik csapat hajt a feljutásra és melyik az újonc, a várdaiak ugyanis gyakorlatilag végiguralták az Erős Gábor góljával 1-0-ra megnyert mérkőzést. Sós Imre vezetőedző szerint csapata teljesen megérdemelten jutott a 3 ponthoz. A mérkőzés összképét tekintve ugye az első 10 perc volt körülbelül az, ami azt mondom, hogy egy ilyen kiegyenlített játékot hozott. Utána viszont magabiztosan játszott a csapat, tehát tényleg le a kalappal a srácok előtt, mert olyan futballt mutattak be, ami ebbe a szezonban szerintem először volt látható a csapatomtól. De onnantól kezdve folyamatosan mi irányítottuk a játékot. A gól után is még voltak, meg a gólt megelőzően is több olyan helyzetünk volt a mérkőzés folyamán, amelyből lehetett volna előnyt szerezni, akkor még a kapus több esetben bravúrral védett, de nyilván aztán ez akkor tudatosult, amikor vége lett a meccsnek, hogy ezt a mérkőzést hozta a csapat. A szakvezető szerint a Mezőkövesden elért győzelemnek a 3 pont megszerzésén túl is lesz hozadéka. Önbizalmat kell, hogy adjon, hiszen az elmúlt 2 fordulóban azért azt tudom most már mondani, hogy valamilyen szinten a csapatnak a jelentős része kialakult, és magabiztos játékot mutattak a játékosaim. Mindenféleképpen ennek pozitívan kell majd lecsengeni, nyilván a földön kell maradnunk, hiszen még azért hátra van 6 forduló az őszi szezonból, de én nagyon bízom benne, hogy ez adhat egy olyan lendületet, amellyel oda kerülhet a csapat, ahova én várom. A forduló további eredményei: Vác Gyirmót 0-1, Budaörs Soroksár 2-1, Balmazújváros Csákvár 4-1, Sziget-Szent Miklós Ajka 2-0, Siófok Sopron 0-2, Zalaegerszeg Szolnok 1-0 és Dunaújváros Szeged 1-0. A tabella élén a 20 pontos Gyirmót áll megelőzve a 19 pontos Zalaegerszeget. A 14 pontos Kisvárda a 6. helyet foglalja el. A hétvégén nem rendeznek fordulót az NB2-ben, a várdaiak szombaton Debrecenben játszanak felkészülési meccset, majd október 14-én szerdán Magyar Kupa mérkőzésen a Békés Csabát fogadja Sós Imre együttese. Jól kezdte a szezont a Kölcsei DSE kézilabda csapata. Az NB2 északkeleti csoportjában szereplő együttes mindhárom bajnoki meccsét megnyerte, így 100%-os teljesítménnyel áll a tabella élén. Hadabás István tanítványai legutóbb a Létavértest verték 33-23-ra. 3 fordulót követően is hibátlan a bajnokságban a Kölcsei DSE. Hadobás István együttese a nyitányon a korábbi élvonalbeli játékosokat felvonultató Hajdúböszörményt verte 32-19-re, majd Miskolcon győzött 25-19-re, legutóbb pedig a Létavértest múlta felül 10 góllal a 25. NB-s szezonjában szereplő csapat. A szakvezető szerint nem meglepetés a jó rajt. Egyrészt nagyon ügyesek a lányok, és mi nagyon sokat dolgozunk, tehát a sok munkának előbb-utóbb megvan a gyümölcse. És nagyszerű a csapat, morál, edzésen is szeretik a lányok egymást, elfogadják az edzői utasításokat, fogékonyak az újra, és hát őszintén a legörömtelibb dolog, hogy elsősorban taktikai téren múljuk felül az ellenfeleinket. Van egy néhány újításunk is, támadásban, védekezésben is sikerült előrelépni, és még mindig van a tarsolyban egy-két olyan dolog, ami kimunkálásra vál, úgyhogy nagyon jó ez az irány, bár tudom, hogy lesznek még nehéz mérkőzések, tehát továbbra is nagyon-nagyon készülnünk kell, ugyanis mindenki egyre jobban fog ránk figyelni. Hadobás István szerint a jó kezdés meghatározhatja a csapat egész éves szereplését. Én azt szeretném, ha május 25-ig tartana ez a lendület. Biztos vagyok benne, hogy addig is fog tartani, még akkor is, ha lehetnek nehézségeink. Viszont hozzáteszem, hogy talomba is vannak még titkos fegyvereink, van 2 olyan játékosunk, aki nagyszerű játékos, elől-hátul meghatározóink lesznek majd, ha felépülnek, az egyikre csak tavasszal számíthatok, Ruska Zsófiára, viszont Papandrea remélem, hogy a jövő heti Debrecen elleni rangadó már valamilyen szinten a csapat rendelkezésére áll, úgyhogy taktikai téren is, mint említettem, vannak tovább lépési lehetőségeink, tehát én remélem, hogy a végén ott leszünk a élmezőnyben. Mindenképpen azt gondolom, mondjuk ki őszintén, érmes helyet várok minimum a csapatomtól. A hétvégén nem lesz forduló a bajnokságban, a Kölcsei DSE október 18-án fogadja majd a Debrecent a Wesselényi csarnokában.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Máté Szalka a megyei fejlesztési tervben úgynevezett decentrumként, kiemelt gazdasági központként szerepel. Erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke szólt a Szatmári városban. Sesták Oszkár kiemelte, a területi és település fejlesztési operatív program gazdaságfejlesztő forrásainak hatékony felhasználása érdekében, valamint többek között kulturális, egészségügyi és kommunikációs területeken való szorosabb partnerség kialakítása miatt írt ma alá együttműködési megállapodást Máté Szalka polgármesterével. A lakosság 78%-a elégedett azzal, ahogy a magyar rendőrség a migráns kérdést kezeli, derül ki a Nézőpont intézet felméréséből. A megyénkből kirendelt déli magyar határnál szolgálatot teljesítők munkáját Nyíregyháza polgármestere és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány közös sajtótájékoztatón köszönte meg. Dr. Gál Zsolt, a Nyíregyházi József András Oktató Kórház osztályvezető főorvosa kapta idén a kelet-magyarországi diabetológiáért elismerést. A Magyar Diabetes Társaság kitüntetését olyan orvosok kapják, akik munkájukkal sokat tesznek a cukorbetegek korszerű kezeléséért. A Nyíregyházi Kórházban, ahol évente mintegy 15 000 cukorbeteg ellátását biztosítják, diabétesz centrum és betegoktatás is működik. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán, a legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Egy mediterrán ciklon szállít délfelül nedves levegőt térségünkbe, emiatt többnyire felhős, hűvös időnk lesz. Éjjel erősen felhős lesz az ég, többfelé párássá válik a levegő, kisebb eső is előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet, párás marad a levegő. Eső, zápor egyaránt előfordulhat, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás érezhető térségünkben. A hét végén és a jövő hét első napjaiban erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte éjszakánként többfelé párás lesz a levegő, helyenként ködös idő várható. Több alkalommal számíthatunk csapadékra, vasárnap és hétfőn jelentősebb mennyiségű esőre van kilátás, erős szél kíséretében. Egyre hidegebb, késő őszies időjárás várható, vasárnaptól napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet.